Sziasztok, gyerekek! Itt vagyunk egy újabb karantén showban, most már harmadszorra Eszterrel, és talán most már harmadszorra sikerül összehozni, úgyhogy mind a kettőnk hangja jól hallható legyen. Remélhetőleg legalábbis. Ja, Esztert hagyom beköszönni. És a lényeg az, hogy ma egy komolyabb témával jöttünk, igazából Eszter adta megint csak a téma ötletet, mert hogy a csatornájára felkerült egy egyórás beszélgetés, egy ilyen kerekasztal beszélgetés. Erről igazából akkor beszélj is te, mármint hogy ez tulajdonképpen mi, és akkor én tovább folytatom a témát, hogy jött ebből a mi témánk, de mi is volt az a kerekasztal beszélgetés? Hát ezt még januárban szerveztem, és igazából az volt a témája, hogy ilyen ezek a modern párkapcsolati problémák, amik így mondjuk úgy lehet mondani a Tinder generációhoz hozadékai, ez az interneten ismerkedés, ennek az előnyei, hátrányai, illetve így, hát beszéltünk olyanokról is, hogyha a bizalom megrezzen így a párkapcsolatban, azt hogy lehet újraépíteni, vagy ennek milyen fokozatai lehetnek, úgyhogy ilyen elég szertágazó beszélgetés volt amúgy, de így a fő témája az volt, hogy az internetes világban való ismerkedés, meg párkapcsolatok kiépítése. Tényleg, egyébként ott láttam, hogy azért korosztályilag is volt különbség, akikkel beszélgettél, de mennyi volt ott a legidősebb? Hát így nagyjából satszperkában, most nem kell nagyon részletesen, nem erről szól. Csak kíváncsi vagyok, hogy mennyire volt nagy a korkülönbség közöttetek. Volt egy fiú, aki velem egyidős volt, és neki az anyukája is ott volt, mert az anyukája meg házassági tanácsadó, szóval így köztük volt ugye a legnagyobb különbség. Akkor volt egy pszichológus hölgy, ő ilyen 20 éves, és a marketing tanárom volt még az egyik részvevő, ő meg ilyen 30 körüli. Aha. Egyébként mondom, még nem jutottam még mindig a végére, én csak azért tettem fel ezeket a kérdéseket, hogy tudod, hogy felvezessük egy kicsit a dolgokat, mert hát nyilván a nézők nem voltak ezzel feltétlenül tisztában, bár mondjuk kövessétek Esztert, és akkor tisztában is vagytok vele. Azért láttam, hogy a sorozatos videódnál ott egy-két komment volt arra utalás, hogy az így a videó, vagyis hát emiatt jött, a karanténsós történet miatt jött. Tulajdonképpen a Tinderről beszélgetést, az innen jött, hogy beszélgessünk a Tinderről, és az nekem is egy olyan jó téma, hogy 2018-ban nekem egy ilyen hosszú párkapcsolatom lezárult, az akkori hosszú párkapcsolatom, és egy ilyen nehéz időszakot éltem, és akkor ilyen, tehát én is a Tindert azt így kipróbáltam, szóval ebben van tapasztalatom, de akkor neked van tapasztalatod egyébként? Én soha nem használtam a Tindert, az meg igaz. Nem is töltöttem le, szóval így a Tinderrel konkrétan nincsen tapasztalatom, de például én a barátommal így, hát félig meddig mondhatni, hogy interneten ismerkedtünk meg, mert végül is Instagramon vált ez így egyértelmű, hogy akkor mi amúgy ismerhetnénk egymást élőben is, mert vannak közös ismerőseink, de hogy sosem találkoztunk előtte élőben, és akkor így végül is az Instagramon való egymás megtalálása után találkoztunk először élőben. Aha. Szóval ez is valahol ugye a social médiának volt. Tehát ez, igen. Jó, nem a hagyományos módja, de végülis ma már minden a hagyományos módja, nem? Tehát, hogy nekem van olyan ismerősöm, aki YouTube kommentben ismerkedtek meg először, tehát ott még csak azt se tudták, hogy a másik férfi vagy nő, csak egyszer elkezdtek beszélgetni, felvették a kapcsolatot a Facebookon, és akkor így alakult ki szépen lassan a dolog. Ez érdekes, most a jelenlegi párommal, és úgy néz ki, hogy a véglegessel, mert most már ugye menyasszonyom is egyben, tehát mi a hagyományos módon ismerkedtünk meg, ez már tök fura, tehát egy cukrászdában üzletvezető, én bementem oda reggelizni, meg kávézni, mindig ott kávéztam abban az időszakban, és így ismerkedtünk meg, szóval ez ilyen furcsa, de annak idején nekem is volt ez a internetes megismerkedés, de egyébként te így elítéled az internetes megismerkedés? Gondolom nem, hát hiszen te is így ismerkedtél meg. Nem, inkább szerintem csak arra kell nagyon odafigyelni, hogy azért nagyon sok buktatója lehet a dolognak, mert tehát ezek az általános dolgok, hogy tényleg nem tudhatod, hogy konkrétan ki van a profil mögött, vagy hogy milyen lesz élőben, meg például szerintem még az is egy nagy buktató lehet, bár egyébként nem tartom magam felszínes embernek, de valamilyen szinten mindenki az, hogy azért az online felületeken mindenki a lehető legjobb arcát mutatja meg, mindenkinek a legjobb oldalát látod, a pozitív tulajdonságait, és ilyen módon szerintem egy ilyen hamis képet ad át, hogy azt hiszed a másikról milyen fantasztikus, és azért az élőben ismerkedésnek megvan az előnye, hogy ott tényleg van egyfajta személyes első benyomás, az, hogy viselkedtek egymással, hogy akár az ahogy mozog a testbeszéde, ahogy gesztikulál, hogy ez tetszik-e, vagy ilyesmi. Igen. És azért online, meg főleg ugye a legtöbben ugye chaten
ismerkednek, szóval nem is feltétlenül videóhívásban, vagy valamit, csak írogatnak. És ott például szerintem nagyon sok olyan helyzet van, hogy nem is feltétlenül annak az embernek a válaszát kapod meg, ezt például a podcastban is beszéltük, hogy egy kerekasztal beszélgetésen, hogy azért egy-egy ilyen üzenet az átmegy nagyon sok emberen, hogy akkor most mit válaszoljak, akkor válaszoljak, hogyan válaszoljak, milyen a bocsit írjak, stb. És akkor kérdés, hogy ez most annak az embernek a reakciója, vagy egy 25 ember által összehozott válasz, egyébként mennyire van például a ember személyisége. Ezzel kapcsolatban a következő kérdésem igazából tényleg kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, hogy mennyire válik ettől a mai fiatal férfi társadalom, tehát mondjuk ez a, mit tudom én, ez a 14-15-től, mint a 25-ig, mondjuk, ezek már biztos, hogy hát nem, mondjuk én azt mondanám, hogy a jelenlegi 15-től 22-ig az biztos, hogy ebbe szocializálódott már, hogy ebbe az internetes, mert mondjuk az én gyerekkor akkor kezdődött, tehát ez amikor én voltam ilyen 15-16, akkor ilyen chat.hu meg ilyenek, tudod, ez akkor kezdődött, de még se okostelefon nem volt, még otthon internet se volt mindenkinek, tehát a könyvtárba jártunk netezni, ilyen 1 óra 200 forint, meg ilyenek, ilyen volt még a világ. Szóval ez inkább a tényleg a te generációd abszolút, ti már abba szocializálódtatok abszolút, nekünk ez akkor kezdődött. Szóval hogy mennyire lesz tutyi-mutyi szerinted a férfi generáció emiatt? Mert tudod, az interneten mindenki nagyon menő, meg kemény, meg nagyon fazacsávó. Azért szerintem az interneten való beszélgetés az egy ilyen biztonságos játék, tehát ott, ha esetleg valaki kioffol, akkor jó, akkor törlöm a beszélgetésünket, elírok a következő csajra. Azért élőben amikor látod egyből a másik reakcióját, és akkor mit tudom én, elvörösödik a másik, vagy valami, szóval azért ott vannak olyan kínosnak mondható szituációk, amiket nem olyan könnyű áthidalni, hogy jó, akkor letiltom, hanem akkor azt kezelni kell élőben, és szerintem azért is beszélgetnek nagyon sokan inkább interneten, meg azért ír rá egy fiú 25 csajra interneten, hogy akkor majd egy válaszol, mert sokkal biztonságosabb így a saját érzelmi szempontjából is, ugye kevés, tehát ha még ki is kosarazzák, akkor is kevésbé sérül a lelke, mint egy ilyen élőben átélni azért megalázó hát helyzet. Igen, de nem érzed úgy, hogy ilyen ti nők, most inkább így mondom, hogy ilyen zsákkrumplik vagytok ezeknek a férfiaknak a szemébe, akik így, hát most ráírtam erre a 25 zsákkrumplira, és az egyik biztosan majd finom lesz nekem, érted? Most csak mondtam valamit. Tehát, hogy ez a tulajdonképpen valójában te kell lesz neki, vagy te voltál az a szerencsés, aki visszaírt, és akkor utána már azt mutatja, hogy igen, csak neked írtam, tudod? Tehát, hogy ez olyan... Mondjuk ez szerintem élőben is ott van, ha egy buliban egy fiú oda megy 25 csajhoz, akkor ez ugyanúgy megvan. Szóval ezt nem feltétlenül gondolom, hogy ez az internet hozadéka, inkább ez személyiségfüggő a fiúnál. Tehát a fuckboyok az internet előtt is voltak, gondolom. Jó, igen, ebben igazad van. Csak figyelj, azért mégis azt mondom neked, hogy oda menni élőben 25 csajhoz egy buliba, még mindig nagyobb menőség, faktor, vagy hogy mondjam, kockázatvállalás, mint ráírni 25 nőre, akik amúgy nem is tudnak majd egymásról, mert a buliban még ott az esélye, hogy meglátja, hogy rögtön már át is ugrott egy másik. Érted? Tehát, hogy és azért mégiscsak más ott a 25 nőtől meghallani a 24 kioffolást, mint mondjuk 24 üzenetet elolvasni, ezt kitörlöm, azt jó van, érted? De a haveroknak meg csak azt az egyet mutatom, hogy milyen menő vagyok, hogy ráírtam a csajra, és vissza is írt. Szóval, hogy a kockázatvállalás az más, nem? Tehát azért van egy óriási különbség. De mondjuk ez, hogy ugye úgymond nem tudja meg senki, hogy most ráírtam valakire és kioffoltak, vagy nem, ezt szerintem nagyon jól ki lehet ugye használni így a megcsalás terén is, hogy igazából ott van a telefonod, és most nem tudja senki, hogy te ott itt ügyködsz benne. Uh-huh. És szerintem ezt is ugye beszéltük így a kerekasztal beszélgetésen az első néhány percben, hogy ugye vannak ezek a társkereső oldalak, amik kifejezetten arra vannak kitele, vagy aki már párkapcsolatban él, esetleg házas, azoknak egy ilyen appér lehetőség, és hogy erre is mennyire van kereslet, mert ugye sokkal egyszerűbb, ott van a kezedben a telefon, nem biztos, hogy tehát kevésbé tudsz vele lebukni, mint hogy bent marad sokáig a munkahelyen a kolléganővel, mert akkor azt lehet, hogy meglátja a portás, vagy ilyesmi. Igen, de szomorú, hogy nem? Hogy erre egy biznisz tud ma már épülni, hogy egy ilyen honlapot üzemeltetni, vagy közösségi, nem tudom, hogy ezt minek nevezzem, de ez szomorú. Hát minden van üzletet csinálnak az emberek. Hát ez így van, ez így van. De tényleg egyébként nálatok a pároddal így mennyire van meg ez a ne nyúljunk egymás telefonjához még véletlenül se dolog? Tehát, hogy vagy ez így eszetekbe se jut, vagy ha úgy alakul, hogy hoz már be, mert csörög, akkor
persze, beviszinek. Érted, szóval, hogy ez hogy működik nálatok? Hát egyikünk se néz bele így a másik üzeneteibe, ami szerintem így normális, meg így engem se, tehát hogy megbízom benne annyira, hogy nem nézegetek bele a telefonjába, azért amikor szerintem valakiben már így felmerül az, hogy én most végig akarom nézni az üzeneteit, akkor ott le kell előbb beszélgetni, Igen, igen. valamennyire mindenkinek kell egy ilyen személyes tér, amiben még a párodnak se illik belemászni. Persze néha nekem is jönnek olyan gondolatok, hogy de mégis mit csinálhat, meg kivel beszélhet, meg miért nem ír vissza, meg ilyenek. De általában kiderül később, hogy ezek szerintem a nőknél tipikusan ilyen most már unatkozom itthon a karanténban, és akkor kitalálok ilyen hülyeségeket. Aha. Igen, ez egyébként nálunk is ugyanez a helyzet, meg osztom is a véleményedet, szóval hogyha már ilyen vágyad van, hogy belenéz az üzenetbe, az már régen rossz. Tehát az már egy olyan pont, amikor tényleg le kell ülni, és akkor megdumálni, hogy most ez miért is merül fel ennyire komolyan az emberbe. Na, ezzel egyetértek egyébként. De érdekes egyébként, amit mondtál ezzel a visszatérek erre, hogy üzlet épül már arra, hogy megcsalod az asszonyt otthon. Szóval, hogy de én nem tartom, hogy mondjam. Szóval, hogy számomra az nagyon a legalja. Szóval, hogy így otthon fekszik melletted az asszony, és te meg a neten nézegeted, hogy na, ez az oldal arra van, hogy itt kivel tudlak megcsalni, érted? És ugyanúgy, mint egy zsákrumplit, ott is válogatsz, nézegeted, hogy most akkor melyik zsákrumplit vásároljam meg a online boltba, érted? Most csak mondtam egy hülyeséget. Szóval nagyon durva. Ez egyébként számomra egy teljesen új dolog volt, amíg ezt így nem hallottam így tőletek. Tehát én erre nem tudtam, hogy ilyen létezik. De nagyon durva. Egyébként szerintem erre a hatásra még így nagyon ráerősítenek a filmek, sorozatok, mert abban is én azt látom, hogy például ami mondjuk kamaszoknak szóló sorozat, ott is ez van, hogy már mindenkivel, mindenhogyan, és akkor aha. Így csalja meg. Tehát, hogy ugye nyilván azért, hogy legyen történés a sorozatban, de szerintem ez sokaknak, főleg aki ugye mondjuk fiatal, most kezd így ismerkedni, és igen, így igen. Ezeket szerintem egy ilyen nagyon rossz képet fest így a fiatalsága, hogy igen, így kell kinézni egy kapcsolatnak, holott egyáltalán nem. Meg és ugye, meg egyre kevésbé fordulnak ilyen jellegű kérdésekkel mondjuk szakemberhez, szóval a filmekből kitalálják, hogy akkor ez így kéne, hogy kinézzen, és akkor de figyelj, nem csak a filmek, szerintem a filmek régen is megvoltak, és szerintem ennyire ez nem volt drasztikus. Tudod, mi a másik oka? Szerintem az ilyen, ez amit beszélgettünk az elején, hogy ez a minden szép és jó az Instagramon, a Facebookon, tehát oda mindenkinél azt látod, hogy milyen boldog kapcsolata van, és akkor elgondolkozol, hogy az enyém miért nem ilyen, mert itt fekszik mellettem, épp sörözik a pasim, és nézi a Fradi meccset, és miért nem azt csináljuk, mint a nem tudom kicsoda, aki meg most is éppen a koktél szürcsölgetik valahol Ibizán. Szóval, hogy mindenki a szépet és a jót festi fel, és egy ilyen álomvilágba kerget az Instagram, hogy valójában az élet nem arról szól, amit az Instagramon látsz, hanem arról szól, hogy két Csepcsák néni mögé én is beállok csekket feladni a postán, és hasonló és társai. Tehát az élet nem minden nap arról szól, hogy Hawaii Disney napfény a pároddal együtt, hanem igen, tehát megvannak a nehézségei is. Ezt nem látod az Instagramon, mert erről senki nem posztol, ugye? Ezt te mennyire látod így problémának? Szóval az Instagramon ezt a... Jó, nyilván erről ne posztoljunk senki, hogy most ott áll a postán is csekket feladni, ezt is megértem, csak hogy mennyire látod, hogy a fiatalokat ez mennyire befolyásolja egy ilyen 14 éves, 15 éves korosztályt, akit mondjuk nem tartok hülyének, csak feltétlenül még nem gondolom annyira sem, hogy mondjam, rálátása nincs a világra, hogy lássa, hogy ez nem a valóság. Hát szerintem igazából most már egyre jobban tudatosítják magukban a fiatalok is, hogy ez nem feltétlenül a teljes valóságot, inkább vannak egy vékony szelete, mert végül is azt sem lehet mondani, hogy most az egész kamu, mert lehet, hogy valakinek tényleg tök szuper élete van, persze. És akkor abban ki veszi a legszebb pillanatokat és kirakja, csak ugye azt kell mindenkiben tudatosítani, hogy ez nem az egész, hanem ez egy része annak, ami a valóság. De szerintem most már nagyon sok ilyen influencer is van, aki posztol olyat, hogy így is tudok kinézni, úgy is tudok kinézni, és akkor most mind nélkül, vagy amikor pufibba hasa, vagy bármi ilyesmi. És szóval ez még nem csak kapcsolati tére, hanem mondjuk ilyen én kép, meg így aha. Az egymás viszonyú hasonlítgatás, meg minden. Szerintem egyre jobban azért azt kommunikálják le az Instagram celebek is, hogy nem feltétlenül ez a teljes valóság, amit te látsz a feedemben. Aha. Úgyhogy szerintem nincs baj alapvetően
social media felületekkel, csak tudatosan kell őket használni. Ja, nem, baj nincsen, sőt, szerintem egy nagyon jó dolog, csak szerintem mondjuk te abszolút felelősség teljesen, én azt látom, meg mondjuk én is igyekszem, inkább így mondom, mert azért magamra nem tudok ilyet mondani, ezt nyilván egy külsős jobban látja, tudod, de alapvetően nagyon sokan visszaélnek azzal, hogy ez egy nagyon-nagyon jó biznisz, és feltesznek mindenféle, minden nap ezt a tejet ittam, meg azt a izét, mert megfizette ugye a cég, és ezzel nagyon-nagyon visszaélnek, érted? Szóval nem az a baj, hogy mondjuk az emberek ilyen szponzorációkat, meg ilyesmiket elfogadnak, az a semmi probléma, nincs, mindenki pénzből él, tehát az oké, okay, de azt nekem senki nem mondja, hogy nem tudja ezeket megválogatni, vagy annyira kell neki a pénz, hogy tényleg ilyen a utolsó szeletkenyére kell neki a spárba, tehát ezt nem hiszem el, és főleg, amúgy beszélgethetnénk ezekről is a kicsit így átjutottunk erre, de te mit gondolsz az ilyen nagyon-nagyon híres ilyen youtuberekről itt Magyarországon? Nyilván egy nagy százalékuk szerintem tök oké, okay, tehát hogy amit csinálnak az nagyon-nagyon klassz, de szerintem egy nagyon nagy százalékuk is a nagyobb sajnos, az nagyon nem oké, okay, amit csinálnak. Szóval te ezekről mit gondolsz? Így nem kell nevek, tőlem nevet is mondhatsz, hát ez engem nem zavar, csak nem feltétlenül erre akarom kiegyezni, hogy most valakire újra mutogassunk, hogy most milyen szemét látod, csak egy általánosságban beszélgessünk. Hát őszintén szóval én annyira nem vagyok itthon így a hazai youtuberek terén, ugye van néhány ember, akinek nézem a videóit, nyilván az, akinek a stílusával tudok azonosulni, vagy aki nekem tetszik, tehát akire úgy gondolom, hogy nem érdekel a tartalom, amit csinál, azt így figyelmen kívül hagyom. Szóval én például sose értettem magát így a dislike funkciót se, hogy akkor ha valaki ja, nem, persze. Nincs dislike-om és szétutálom és nem tudom. Szóval alapvetően nincs ilyen, akit így nagyon nem bírnék, vagy ilyesmi. Tudok én is olyanokról, akinek tényleg már így mindenféle ilyen magyar cégnél, vagy nem magyar cégnél ott van a neve, és akkor van ilyen közös termék, vagy ilyesmi. Szerintem, hogyha bele tudja valamilyen szinten illeszteni a profiljába, vagy tényleg van valami személyes kötődése a márka, az akkor teljesen rendben van. Ez a mindenhez adom a nevem, és például én inkább Instagramon látom ezeket, amikor mosószert reklámoz, és akkor vigyorog a mosószerrel, szóval nekem az fúri, mert hogy nincs semmilyen tartalom. Tehát, hogy ha már mondjuk elfogadsz egy mosószer reklámot, hogy akkor te megcsinálod, akkor ezt valami baromi kreatívot tettek ki, igen, szerintem igen. Megcsinálni, hogy tudod beintegrálni azt a mosószer reklámot a te tartalmadba. Ha pedig nem tudod megcsinálni ezt kreatívan, akkor meg ne vállald el. Igen, 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 ez teljesen jól mondod. Szóval én azt gondolom, hogy még én is kapok fel kéréseket, pedig én sem vagyok több százer, csak közel 30 ezer, de én sem. De volt olyan, hogy megkeresett ilyen, hát ilyen, én kínai boltnak mondanám, de nem az volt feltétlenül, csak ilyen gagyiságokat, ilyen mindenféle kütyükkel foglalkoztak, és akkor mondták, hogy küldenének nekem nem tudom hány ezer, 30 ezer forint értékben ilyen kütyüket, tudod, mutassam be, és akkor tartsam meg azokat, meg még küldenek, hogy kapnék pénzt, tudod. És mondtam, hogy hát ez mind szép és jó, csak én marhára nem ilyesmivel foglalkozom a csatornámon, és most megjelenek egy ilyen videóval, az ilyen tökre levágós, hogy én ezt nem azért csinálom, mert én tényleg szívügyem, vagy jónak gondolom, vagy ilyesmi, hanem csak azért csinálom, mert kaptam érte 20 ezer forintot, meg 30 ezer forint értük a szemetet, amit amúgy semmire nem fog használni, érted? Szóval, hogy az ember azért meg tudja válogatni ezeket a dolgokat, és hál' Istennek azért annyira nem rossz az élet színvonal, érted, hogy most itt tényleg az utolsó 20 ezer forintért ugorjunk és kapálózunk. De nyilván volt olyan, ami, hát ugye nekem a MÁV-val való együttműködés, ha nem is feltétlenül anyagiakban mutatkozik meg, bár abban is, mert például ingyen használhatom a teljes magyar vasúti hálózatot minden szintéren. Szóval, hogy az abszolút beleillik a profilomba. Tehát miért nem mondjak rá okét, és tök jó az egész. Tehát olyan dolgokat tudunk megmutatni, ami tök érdekes. Szóval, hogy vannak olyan dolgok, amiket szerintem igenis meg kell fontolni, és meg kell válogatni, és szerintem nem kell minden youtubernek, és most majdnem csúnyát mondtam, de minden youtubernek teát csináltatni, mert semmi értelme nincsen. Pláne egy olyan teára, ami 82 ezer színezék van benne, és a 12 évesek azt szopálják utána. Nem, mondom ezt én, aki egyébként most is energiaitalt iszok, de nem tervezek saját energiaital márkát, szóval. Szóval én ezekről beszélni, én engem nagyon felbosszantanak. Tehát én, akit pozitív példának tudnék felhozni, azoknak ki is mondom a nevét, mert miért ne, az például nekem egy ilyen Magyarorsi Csaba, vagy egy Szirmai Gergő, nem tudom, hogy őket ismered-e. Szóval ők a maximális pozitív példa így a magyar YouTube-on.
aztán csak negatívból tudnék egy 20-at felsorolni, pozitívból is biztos még tudnék felsorolni, de most így keveset. A te csatornád például nekem tökre tetszett, amikor ugye először láttam, és még nem ismertük ugye egymást, mert olyan tök természetes volt, tudod, meg éreztem, hogy ez tényleg nem arról szól, hogy így rám dumáljál valamit, na érted, amit mondok. Úgyhogy ez tök jó volt. De érdekes egyébként, és te külföldi youtubereket nézel inkább, vagy abszolút nem vagy ilyen nagy youtube... Inkább külföldi, igen. Aha. És ott egyébként milyen a... Tehát ott ugyanez van, mint itt Magyarországon, mert én meg abba vagyok teljesen kuka, úgymond. Szerintem annyira nem, tehát ott inkább az van, hogy elmondja mondjuk a videó elején, hogy jó, ezt a videót XY szponzorálta, nagyon köszi, és utána megy a téma. És akkor igazából 10 másodpercben elintézi a promót, nekem se zavaró, mint nézőnek, hogy most akkor arról szól az egész videó, aha, hogy ő mit reklámoz, és akkor utána tudom elvezni. Szóval szerintem külföldön egyébként például ilyen videók, hogy most egy teljes videó annak szentelve, hogy ez egy szponzorált videó, nem nagyon van, legalábbis akiket én követek, ők nem szoktak ilyeneket megosztani, és ez egy tök pozitív dolog szerintem. Ha már visszatérünk így a Tinderre, meg ezekre a dolgokra, amúgy ezt nem is beszéltük eddig, de ugye te modellkedéssel foglalkozol, vagy is foglalkozol, mert ugye még egyetemre is jársz, szóval, de valójában akkor neked ez a modell, ez szeretnél úgy teljes mértékben lenni, nem? Tehát, hogy csak ezzel foglalkozni. Hát igazából ezt ameddig lehet, szóval azért ebben olyan 21-22 évesen kiöregszik az ember, hogyha addig nem fut be nagyon. Aha. És mivel nem vagyok 182 centis, kék szemű, Victoria's Secret anyag, ezért valószínűleg... De figyelj már, amúgy akart... Néztem pont tegnap a videódat, amiben szintén fotósokat mutattál, mert ilyen több is van most már, így akkor tegnap után rájöttem, mert hogy én eddig láttam egyet, amit nem rég tettél fel, vagyis ez nem olyan nagyon régen, és ez egy régebbi videó volt, ahol Instagram képekről beszéltél, hogy hogyan legyen egy tök... Na, ott, ők is végül is ugye hivatásos vagy, csak hobbi fotósok voltak, azt azért úgy nekem nem volt teljesen világos, hogy ők ezzel foglalkoznak-e vagy sem. Bár úgy tűnt, hogy nekem, hogy igen. Is, szóval ilyen vegyes volt, igazából így a saját ismerős körömből válogattam, meg volt, akit külön megkerestem. És ugye azért lett ennek az egész fotózósnak egy ilyen második része, mert hogy az első részben valahogy pont úgy sikerült, hogy csak férfi fotósok jöttek ja, össze. Aha. És akkor a második ezért lett egy direkt csak lányos. Értem. Nagyon sok tehetséges női fotós is van, és akkor így gondoltam, hogy de ott tűnt fel nekem igazából az Instagramosnál, hogy te, neked milyen hosszú lábad van, szóval te magas vagy azért, nem? Hát 174 centi vagyok. Az alacsonynak számít egyébként ebbe a szakmába? Vagy hát az pont... nagyon alsó határ. Az pont... Európában nem tudnék vele dolgozni, szóval csak Ázsia. Aha. Ez durva. Nem gondoltam, hogy az alacsonynak számít. Így, tudod, visszaadva a videók, így nem feltétlenül jön rá az ember, hogy ez most milyen... De lehetett látni, hogy tényleg van az a modell alkatod, és ezzel kapcsolatban akartam kérdezni, amit még elkezdtünk, vagy majdnem feltettem kérdésként, amikor elkezdtük ezt az egészet ma, hogy mennyire kell így vigyáznod magadra a evés, edzés, stb. Tehát most ugye te otthon vagy, azért elég sokat mesélted, hogy edzés van reggelenként, az nem titok, azt szerintem a múltkor is valahogy felhoztuk véletlenségből, de például egy étkezés most, hogy ott otthon ülsz jobban, az így mennyire figyelsz? Hát igazából én ugye 14 évesen csöppentem bele ebbe a világba, és akkor még így abszolút nem kellett erre külön odafigyelnem, szóval én tényleg olyan voltam szerintem egy évvel ezelőtt még, hogy tészta, hamburger, pizza, és akkor ameddig csak lehetett, meg nagyon édesszájú is vagyok. És mióta ennél a mostani ügynökségemnél vagyok, azóta van egy ilyen nagyon szigorú étrend meg edzés, amit így az ügynökség biztosít, és ilyen Skype-os edzésünk van, és figyel az edző mindent, ha valamit nem jól csinál, kijavít, meg ugye időben is méri, meg teljesen és személyre szabad az edzés is. Az étkezés meg úgy működik, hogy hát gramra pontosan írnom kell egy héten, hogy mit eszem, egy ilyen táblázatban, ami kiszámolja, hogy abban mennyi a szénhidrát, meg a fehérje, meg minden, és akkor azt küldöm tovább az edzőnek. Ez most egy jó hülye kérdés lesz, mert ez olyan lenne, mintha tőlem megkérdezik, hogy megéri-e a napon várni egy darab vonatot, ami utána egy 6 másodperc alatt elsúvan mellettem, és azt én felveszem, és az nekem hú de jó élmény. Gondolom ugyanez a hülye kérdés, hogyha megkérdezem tőled, és megéri? Ezt így, hogy számolgatni kell, és a többi, érted, amit mondok? Nyilván a válaszod az lesz, hogy igen, mert neked ez a szerelmed, úgymond, nem? Hát az elején azért én is nagyon úgy voltam vele, hogy jó, ezt nem bírom, és nem fog menni, de egyébként alapvetően egy ilyen teljesen egészséges étrendem az volt.
Sokat kell lennem, gyakran kell lennem, csak nem azokat úgymond szemét kajákat, Hát szóval gondoltam, hogy a dupla sajtburger menü nincs benne egyébként ebbe a igen, listába. tehát hogy az ilyeneket kérjem, és igazából tényleg egy ilyen egészséges, kiegyensúlyozott étkezés, nem kell éhezni, meg ilyesmi, ugye nagyon sokan, ez egy ilyen tévhit szerintem, legalábbis én még nem találkoztam egyébként anorexiás modellel se, olyannal se, aki vaktát evett volna, meg ilyenek Aha. keringenek, ezt itt szoktam mondani, hogy az összes modell anorexiás, meg az összes modell bulimiás, meg minden, ez nem igaz. Úgyhogy igen, az elején nagyon hiányzott a csoki, meg az ilyenek, tehát hogy tényleg olyan édesszájú vagyok, és erről így fokozatosan egyébként le lehet szokni, és most már, tehát az elején az a péksüti is olyan volt, hogy ugye minden reggel péksütit ettem, azt vittem a suliba, mindig az volt nálam, és akkor utána átálltam arra, hogy nem péksütit eszek, hanem egy rántottát, zöldséget, vagy zabkását, szóval ki lehet ezeket cserélni, és akkor egy idő után megszokja az ember. Egyébként most ez a téma így ezt nagyon szerte vittük mindenfele, de nem is baj. Egyébként nem baj, abszolút azt néztem pont, hogy mondom, már így nagyjából a műsor vége felé tartunk, és még annyi dolog lenne, ami így felmerült bennem, sőt én azt gondolom egyébként, hogy akár a második, majd egy második részben folytathatnánk ezt, mert még szerintem bőven van ebbe, de még utoljára akkor így a végére megkérdezem a mai műsorban mindenképpen tőled, hogy így mint modell azért te rengeteg képet teszel fel Instagramra, és jó, Facebookon annyira nem sokat láttam egyébként, de Instagramra azért teszel fel, mennyi ilyen fiú meg férfi megkeresés kapsz így az Instagramon üzenetbe? Mert azért sejtem, hogy kapsz, szóval, hogy pont azért a hugom miatt én is képben vagyok a mai trendekkel, dolgokkal, biztos, hogy írnak. Hát, mondják azért, általában aki olyan, hogy tényleg ilyen semmi közös ismerős, vagy semmilyen kapcsolat nem lehetne köztünk amúgy, szóval, hogy nem ismerhetem se onnan, azokra én egyébként nem szoktam válaszolni. Van olyan, amikor még akkor írnak kommentet, hogy de válaszolj, hogy valamit azért szerintem általában úgy első is mindenkinek, hogy most válaszolok-e vagy nem. De egyébként van egy csomó olyan ismerősöm is, akivel meg elkezdtem beszélgetni Instagramon, mert normálisan. Tehát, hogy így vannak azért ezek a tipikus béna sajózós dumák, amiket szerintem egyáltalán nem érdemes indítani, mert azoknak általában az a vége, hogy kitöröd az üzenetet, ha, és persze. Ennyi volt. De egyébként van olyan ismerősöm, aki meg ilyen szándékkal írt rám, és aztán igazából barátok lettünk, de hogy így Aha, teljesen... Tehát egy pozitív kimenetele lett, mondhatjuk. Az tök jó. Nekem is volt ilyen, tehát úgy is volt, hogy én írtam rá az életőre, és úgy is volt, hogy fordítva, tehát volt, hogy pozitív, olyan nem nagyon volt egyébként, hogy abból tényleg kapcsolat lett volna amúgy, inkább egy baráti viszony, vagy haveri viszony, az kialakult több esetben így. Na jó van, figyelj, most egy világ omlott össze szerintem a nézőink egy részébe, akik megtudták, hogy amúgy nem vagy szingli. De mert láttam a kommenteket, meg amikor kiszoktam tenni a közösségi oldalra, hogy tudod, a YouTube-nak van egy ez a közösségi oldal, vagy nem tudom, hogy ez neked van-e, mert azt hiszem csak 1000 feliratkozótól van, nem? Vagy az van neked is? Már most már mindenkinek van? Ez a kitehetsz képet, meg minden dolgok, szöveget is kiírhatsz, tudod, mint egy üzenőfalszerű dolog. Az... Hát igazából nem nagyon használom a Facebookot. Nem, a YouTube, a YouTube-ot. Ja. A YouTube-on van egy ilyen közösségi oldal, ahova most már képet is kitehet, szöveget is kiírhat, sőt, szavazást indíthatsz. Ja, aha, szóval mint egy ilyen sztori, vagy ilyen. Aha, sztori, igen, nem igen, 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 igen. Igen, 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 igen. De olyan, de van neked már olyanod? Tehát, hogy elérhető most már mindenki? Ja, mert... Én csak másokért láttam még. Szerintem 1000 feliratkozótól van az egyébként az a elérhetőség annak a... Na mindegy, lényegtelen, oda kitettem mutkó egy képet, ugye minden, amikor megszerkeszted ezeket a tök jó képeket, index képeket, aztán oda mindenki írta, hogy milyen szép lány, meg így, meg ki ő, meg stb. De hát most akkor összeomlott a világ bennük szerintem. De a lényeg az, hogy kövessétek Esztert, folytatjuk ezt, szerintem ezt a témát a következő adásban, hogyha van hozzá kedved. És hát köszönöm, hogy ma is itt voltál. Úgyhogy sziasztok! Sziasztok!